Többen dolgoznak a győri igazságszolgáltatásban, mint korábban. Az ítélőtáblán például az eddigi 18 helyett már 20 bíró elnököl, ráadásul az ügyek száma is valamelyest csökkent. Így a másodfokú ügyek a tavaly átlagos 7-8 hónap helyett már 6-7 hónap alatt rendeződnek. A cél az idei évben, hogy az átlagos ügytartam fél év alá csökkenjen. Mi az elmúlt 7-8 évben 8-9 hónapra tudtuk az ide érkező pereket első tárgyalásra kitűzni, addig most remélünk van arra, már ebben az évben ez látszik is, hogy fél éven belül be fogjuk tudni fejezni az ügyek nagy részét. Tehát ezt mi úgy hívjuk, hogy időszerűség, ami azt jelenti, hogy az állampolgár sokkal kedvezőbb idő alatt jut jogerős döntéshez. Hasonlóan csökkent az ügytartam a törvényszéken is, ráadásul az itt dolgozók a Széchenyi István Egyetemmel is együttműködnek. Tanítunk rendszeresen az egyetemen, közreműködünk a vizsgáztatásokban, biztosítjuk a jogászok szakmai képzését, ami nálunk van, tehát egyfajta 6-7-es szakmai gyakorlatot töltenek, és emellett idén szeptembertől beindul egy újabb főiskolai képzés, ennek a teljes kimunkálásában, órarendjében, kialakításában részt vettünk, vizsgáztatni is fogunk és oktatunk, plusz a szakmai részét is fogjuk mi mindenképpen biztosítani. Az új szakon igazságügyi igazgatási képzésen vehetnek majd részt a hallgatók. Az együttműködés egyébként azért is fontos, mert így a törvényszék ki tudja nevelni az utánpótlást saját magának. Dr. Darák Péter, a kúria elnöke azt mondta, a beszámolók alapján elégedett a győri igazságszolgáltatás működésével. Komoly szakmai törekvés mutatkozik arra, hogy az ítélőtábla hatékonyan működjön közre a jogegység biztosításában. Ezt mutatják azok a szakmai tanácskozásokat, amelyeket a 2013 év folyamán folytattak, és ezt mutatja az a kezdeményezés is, hogy az alsófokú bíróságok bíráival egyfajta kötetlen szakmai beszélgetést folytatnak arról, hogy hogyan lehetne színvonalasabbá tenni az ítélkezést. Elmondta azt is, hogy az egész magyar igazságszolgáltatás megítélése sokat javult, jelenleg a legjobb Közép-Kelet-Európában.